Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, miközben nemzeti együttműködés rendszeréről beszélnek, a költségvetéshez benyújtott 437 ellenzéki módosító javaslatból egyetlen egyet sem támogattak, még az egybetűs helyesírási javításomat is leszavazták, amit persze utána sajátjukként elfogadtak. Miért ilyen kis stílűek? A Mi Hazánk mozgalom számos konstruktív javaslatot megfogalmazott, melyek nem is rengették volna meg a költségvetést minden esetben. Például indítványoztuk autópályánként egy játszótér építését benzinkutaknál, ugyanis a kisgyermekeseknek hosszabb utazásaik megkönnyítése érdekében célszerű volna legalább autópályánként egy családbarát pihenőhely építése, ahol megállhatnak például 10 óra izni is. A játszóterek állami építését meg lehetne pályáztatni benzinkutak számára, így állami forrás is kiegészíthető volna piaci pénzekkel, hiszen az üzemanyag töltő állomások is érdekeltek lehetnek, hogy nívósabb környezetbe kerüljön a jellemzően étkezési-vásárlási lehetőséget is biztosító megállóhely, ezáltal több szolgáltatást biztosítva. Miért ellenzik az autópályánként legalább egy játszótér építését benzinkutaknál? A Mi Hazánk mozgalom kezdeményezte nagycsaládosok ingyenes üdülési gépkocsi kölcsönzését is, de önök azt is indokolás nélkül leszavazták. Nagycsaládosok személygépkocsi szerzési támogatására 9 milliárd forint van előirányozva, ehhez képest apró pénzből biztosítható volna üdülésekhez nagycsaládoknak ingyenes gépkocsi kölcsönzés. Sokan nem tudnak saját kocsit fenntartani, vagy főként nyáron magukkal vinnének nagyszülőket, unokatestvért, barátot, stb. És ehhez nagyobb kocsi volna szükség. Így például egy legfeljebb kéthetes időre az állam biztosíthatna kölcsönkocsit. Egy kicsit olyan ez, mint az állami bérlakás építési program, a kevésbé jómódú családokon segítene, de ugyanúgy hallani sem akarnak róla. Miért nem? És végül érdekelne az is, hogy mikor várható végre az M1-es és főleg az M7-es autópálya háromsávosabb bővítése. Várom érdemi válaszát. Tisztelt Országgyűlés, a kérdésre Csepregi Nándor államtitkár úr válaszol. Önél szó. Személyes benyomással kezdjem, hogy talán még a legelvadultabb baloldali pártok sem vádolnak bennünket azzal, ne lennénk családbarát kormány. Ez talán a konstruktív ellenzékiség karakterét önmagára fontosnak tartó párt esetében egy kicsit furcsa, de hogy komolyra és a kérdésére válaszolva tereljem a szót. 2010 és 2021 között mintegy 23,5 milliárd forintnyi építési beruházás valósult meg Magyarországon, és ennek közel az 50%-a a közlekedési infrastruktúrát érintette. Nem tartom ördögtől valónak azt az elképzelést, amit képviselő úr itt megemlített, tehát az autópályák megállóiban játszóterek, illetve családos pihenő tereknek a kialakítására vonatkozóan. Van is már erre példa az elmúlt 10 évben, az M30-as, az M85-ös, az M86-os, illetve az M4-es autópályák esetében. Ahogy azt Lázár miniszter úr itt az elmúlt hetekben több alkalommal is elmondta, illetve jó magam is, a kormány normál eljárás rendben a parlament elé fog terjeszteni egy olyan állami beruházási törvényt, ami a magyar állam beruházási rendjét, logikáját és lépés sorát szeretné szabályozni. Azt szeretnénk kérni képviselő úrtól, hogy akár ezekben a részletszabályokra vonatkozó fejezetekben a két pártja, ön is pártja fogalmazzák meg azokat az álláspontokat, amelyek azt gondolják, hogy ezeket a közinfrastruktúrákat sokkal hatékonyabbá, sokkal használhatóbbá és felhasználó barátokba teszik, és ezt a kormány támogatni fogja. Köszönöm szépen!